heute Nachmittag in seine Befehlsstadt in der Reichskanzlei. A német rádió most jelentette be a hírt, miszerint Hitler halott. Ismétlem, Hitler halott. 1947. május 8-a. Az FBI igazgatója J. Edgar Hoover. Az amerikai hadsereg tisztjei nem találták meg Hitler holttestét, és nem találtak olyan megbízható forrás sem, aki határozottan megerősítette volna, hogy Hitler halott. Két évvel a háború után. Ennek ekkor már történelemnek kellett volna lennie. De ha belenéz az ember ezekbe az FBI aktákba, azonnal látja, hogy aktív nyomozást folytattak a fickó ellen. Elég zavaros ügy. 2014-ben az Egyesült Államok elnökének utasítására 700 oldalnyi titkos FBI aktát hoztak nyilvánosságra. Az akták szerint Hitlert hónapokkal, sőt évekkel állítólagos halála után a világ több pontján is látták. Az FBI aktában szerepel a nyomozati anyag. Bob Baer 21 évig dolgozott a CIA kötelékében. A világ egyik legelismertebb hírszerzője. Egész munkásságát a legnagyobb rejtélyek megoldásának szentelte, és olyan szökevényeket nyomozott le, mint Saddam Hussein. Legtöbben a Siriana című filmből ismernek. George Clooney szerepe az én élettörténetemen alapult. A CIA épületében egy idézet látható. Tudd meg az igazságot, és szabad leszel. A főnököm mindig azt mondta, te vagy az egyetlen ebben az épületben, aki ezt el is hiszi. A kormány elferdíti az igazságot, nem mondhatjuk meg az embereknek az igazat, mert megrémülnek. És ha félnek, nem tudnak aludni, ha pedig nem alszanak éjjel, reggel felébrednek és nem szavaznak rád. Semmi sem támasztja alá a Hitler bunkeréről elmondott történeteket. Ez a 20. század legnagyobb rejtélye. A Berlint 1945. április 30-án körülvevő szovjet csapatoknak jelentették, hogy Hitler és felesége Eva Braun öngyilkosságot követett el Hitler bunkerében. A szovjet csapatok május 2-án átkutatták a bunkert, beszennyezve ezzel a helyszínt, Hitler állítólagos maradványait pedig Moszkvába szállították. Az oroszok fosztogató üzemmódra voltak kapcsolva, teljesen elfuserálták a nyomozást. Nincsenek fontos tanúk, nincsenek törvényszéki szakvélemények. 1945. július 17-én a Potsdami konferencián Sztálin állítólag azt mondta a világ többi vezetőjének, hogy Hitler lehet, hogy elmenekült. Ezek a komoly emberek igencsak megválogatják, miket mondanak. 2009-ben egy amerikai tudós csoport engedélyt kapott, hogy megvizsgálja a Hitlernek tulajdonított maradványokat, ám a DNS elemzésből kiderült, hogy az valójában egy nő porhüveje. A rendelkezésre álló szakvélemények azt sugallták, hogy Hitler megszökött. Ha valakinek pénze van és tudja, mit csinál, könnyen el tud tűnni. 1945-ben az emberek azt akarták, hogy vége legyen a háborúnak. Senki sem akart mélyebben bájkálni abban, hogy mi is történt valójában Hitlerrel. 2014-ben az FBI nyilvánosságra hozza a Hitler halálára vonatkozó aktát, ezzel nyitva ajtót a történelem legnagyobb titkára. Ezek az akták tele vannak nyomokkal. Egyik jelentés követi a másikat. Bob 700 oldal frissen nyilvánosságra hozott aktával és a legmagasabb szintű technikával felfegyverkezve összeállított egy a világ legelismertebb szakértőiből álló csapatot. Nemzetközi nyomozók, náci vadászok, orvos szakértők, oknyomozó újságírók, katonai hírszerzők és egy elsőrendű bűnügyi nyomozó, dr. John Sensich. Az ENSZ megbízásából a világ leggyalázatosabb büntettein dolgoztam. A világ legnagyobb bűnözői után nyomoztam. Úgy gondolom, kiderül az igazság, mégpedig tárgyilagos módon, és ez a célom. Előre nem vonunk le semmilyen konklúziót. Ha arra találsz bizonyítékot, hogy meghalt abban a bunkerben, ugyanannyira elégedett leszek, mintha arra találnál, hogy megszökött. Ki akarom nyomozni, mi történt Hitlerrel, és egyszer és mindenkorra le akarom zárni ezt az ügyet. Vadászat Hitlerre. Első rész. Megvan a másik kép, amit a szovjetek készítettek? Bob a nyilvánosságra hozott több ezer lehetséges új nyomot tartalmazó akta alapján hathatós katonai informatikai eszköz alkalmazásával kezdi meg a nyomozást.
Ez a szoftver átvizsgálja az aktát azokra a helyszínekre vonatkozólag, ahol Hitler állítólag felbukkant és térképen megjeleníti az összefüggéseket. Igaz, hogy tű a szén a kazalban, de ezzel a szoftverrel kisebb lesz a kazal. Az összes helyszínre lefuttatom, ahol 1945. április 25-e és július 25-e között, vagyis az első 100 napban látták, mert azok a legfontosabb napok. A terroristák utáni nyomozásaim alapján biztosan tudom, hogy az első 100 napban volt mozgásban. Akkor volt a leginkább kiszolgáltatott. Erre az időszakra nézve találhatjuk a legtöbb szemtanút. Nézd meg Berlint! Nézd meg Spanyolországot. Igen, az tényleg izgalmas. Igen, de figyeld Argentinát, mindjárt felrobban. Nézd meg a mintát, egyértelmű, hogy ott kell elkezdenünk. A gond csak az, hogy Argentína jó nagy. Szükségünk lesz valami konkrétabbra. Több száz jelentés számol be Hitler argentínai felbukkanásáról. De ahhoz, hogy ezeknek hitelt is lehessen adni, összefüggéseket kell találni. Egy J. Edgar Hoovernek szóló levél szerintem nagyon érdekes. Az áll benne, hogy Hitler egy nagy föld alatti létesítményben él. Figyelj, ezt nézd! Itt egy másik dokumentum, más forrásból. 1945. augusztus 11. Hitler Argentínában van. Egy nagy föld alatti létesítményben él, több száz nácival együtt 10.000 kilométerre nyugatra Florianápolistól, 700 kilométerre észak-észak-nyugatra Buenos Airestől. Egy jelentés, még nem nagy szám, de kettő az már valami. Igen. Bob összeveti az FBI aktában említett két földrajzi koordinátát. A számítógép beazonosít egy GPS helyszínt Argentína északi szegletében. A legközelebbi település Charata. John, mit tudunk Charatáról? A semmi közepén van. Nézzenek oda! Használt nyelvek, angol, spanyol és német. Jó messze van. Meg kell tudnunk, van-e ott olyan német közösség, akik hajlandóak lennének az FBI jelentést megerősíteni. Ha oda megyünk és csak egy csomó argentin farmert találunk, akik nemhogy nem beszélnek németül, de azt se tudják, hol van Németország, az nagy baj lesz. A nyomozás első lépése az FBI jelentések hitelességének tesztelése. Csak is azután lehet majd elkezdeni alátámasztani az információkat. Általában egy részük igaz, másik részük viszont nem. Akkor hát útra kell kelnünk, irány Charata. Bob nemzetközi szakértői csoportot gyűjtött össze Argentínába, hogy a helyszínen segítsék a nyomozás első szakaszát. Tim Kennedy a különleges egységtől. Egész katonai nyomozói pályája során kiemelt fontosságú célpontokat derített fel Irakban, Afganisztánban. Tudja, hogy mit csinál. 15 évig olyan VIP célszemélyekre vadásztam, mint Bin Laden. Nálam jobban senki sem csinálja ezt. Hozzáférek minden újfajta technikához, ami lehetővé teszi, hogy akár 70 éves tárgyakat is megnézzünk, és életet leheljünk beléjük. Gerard Williams oknyomozó riporter. Dolgozott a BBC-nek, a Reutersnek, és egy évtizedet a dél-amerikai nácik tanulmányozására áldozott. Ő az az ember, aki górcső alá vesz egy bizonyítékot, és kideríti, hogy valóban megalapozott-e. Argentínában jártam egy sztori miatt, és akkor hallottam ezt az elképzelést, hogy Adolf Hitler tenger alattjáról menekült ki Argentínába. Egy év elteltével jöttem rá, hogy a hivatalos történet úgy, ahogy volt, sántított. Apám veterán katona volt, 6 évig harcolt a nácik ellen, 3-szor sebesült meg. Annak a generációnak is hazudtak, muszáj megtudni az igazságot. Végül pedig Steve Rambam náci vadász. Több mint 170 nácit kutatott fel szerte a világban, Isten háta mögötti szorosan összetartó közösségekben. Ha háborús bűnös vagy, ez az utolsó esélyed. Ez nem az első, hanem vagy az 500. alkalom lesz, hogy ellenséges környezetbe kell elmennem, hogy elkapjak valakit. Nem érzek félelmet. Ők sokkal jobban félnek tőlem, mint én tőlük. A csapat, mihelyt Charatába ér, elkezdi felderíteni azokat a személyeket, akik esetleg abban a térségben segítséget nyújthattak Hitlernek. Próbálunk információkat gyűjteni az itteni németekről. Hitler lakhatott egy bunkerben, vagy egy farmon, vagy egy szénapadláson. Csak az számít, hogy megismerkedjünk olyanokkal, akik támogatták a mozgalmat, és védték őt.
Ez nagyon hatékony módszernek bizonyult a Bin Laden utáni hajsza során is. Lenyomoztuk az informátorait, a hírvivőit és azt, hogy miként áramlott az információ. A csapat kritikus fontosságú támpontot kap. Charat a legidősebb német lakójának a nevét, azét a férfiét, aki 70 évvel ezelőtt lehet, hogy szemtanúja volt a nácik tevékenységének. Egy felderítetlen, mi több, nagyon régen történt ügynél nem áll a rendelkezésre bizonyíték, a szemtanúk meghaltak. Jelen esetben egy majdnem 70 évvel a történtek után még életben lévő tanú óriási dolog. Szeretnénk feltenni néhány kérdést az itteni német közösség történetéről. Nagy sztoria van. Amikor iskolás voltam, mindig felsorakoztattak minket, hogy úgy masírozzunk. Sorba állították magukat. Hármas sorokba. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Katonai gyakorlat. Értem. Az iskola tanárai náci szimpatizánsok voltak. Igen. A horog keresztes zászlót is felhúzták az iskolában. Igen. Tehát felvonták. Még egy kérdés. Kicsit direkt lesz. Tagja volt a Hitlerjugendnek? Még csak képzelni sem mertem volna, hogy valakivel 70 évvel korábban történt dolgokról beszélgetek, és idegességet, visszafogottságot, félelmet látok rajta. De hát így volt. Nem kényszeríthetjük rá, hogy elmondja. Rendben, készen vagyunk. Tudjuk, hogy éltek itt náci szimpatizánsok. Nagyon köszönjük a segítséget. Nagyon köszönjük. Igen, folyt az iskolában náci tevékenység. Hogy van-e a környéken nyoma nagyobb föld alatti létesítménynek? Azon vagyunk, hogy kiderítsük. Ez az eset 70 éve történt, a 20. század legnagyobb rejtélye. A veterán CIA és Bob Baer és a háborús bűnök után nyomozó John Sensitch egy 700 oldalas index alól feloldott FBI akta megnyitásával újra kezdte vizsgálni az Adolf Hitler halálának körülményeit vizsgáló ügyet. Nincs orvos szakértői szakvélemény, az összes szemtanú halott, nincsenek új lenyomatok. A rendelkezésre álló szakértői vizsgálat alapján úgy tűnik, Hitler elmenekült. Ha valaki megjelenne Hitler családjából és be akarná váltani az életbiztosítását, nem lenne a világon olyan biztosító, aki hajlandó lenne kifizetni. A nyomozás Argentínában kezdődött, ahol Hitlert két FBI jelentés szerint látták egy falu közeli bunkerben, 3,5 hónappal állítólagos halála után. Figyelj csak! Ezt nézd! Hitler Argentínában van, egy nagy föld alatti létesítményben él. Akkor irány Charata! Bob nyomozó csapata egy német iskolába tart az FBI aktában megjelölt területre. Ez az, a település régi része. Ez az iskola? Igen. Az lesz az. Jó nagy épület. Szöges drót. 2,5 méteres. Nehéz eldönteni, vajon ki vagy be nem lehetett menni. Minden épület sajátságos építési módszerrel készül. Bizonyos helyeken és sajátságos konkrét céllal. Azonnal felismertem a hasonlóságot az iskola és a katonai bázisok között. Nagy játszótér. Annak idején vagy 100 gyerek masírozott itt végig a gyepen. Ezen a helyen 14 és 18 év közötti fiúkat náci katonáknak képeztek ki. Mielőtt harcba indultak, teljes és fanatikus hűséget esküdtek a Führernek. A terület az egész világot behálózó Hitlerjugendhez tartozott, ahová 52 országból összesen 8 millió fiú csatlakozott. Kiskorukban megnyerték maguknak ezeket a gyerekeket. Elkezdték arra az eszmére oktatni őket, hogy mennyire csodálatos dolog nácinak lenni. Ma is ez folyik. Az ISIS ugyanezt csinálja.
Mindenki kitüntetésnek érezte volna, ha találkozhat Hitlerrel, és életük árán sem árulták volna el. Hatalmas épület. Ez sokkal inkább argentin nemzeti szimbólum. A nap, a vörös kalap és az összekulcsolt kezek. Körülötte pedig a babérkoszorú. Mellette viszont ott a német birodalmi sas. Ez egy német iskola volt Argentínában. A német közösségek már azelőtt itt voltak, mielőtt a nácik hatalomra kerültek, és az első világháború után is sok német áramlott be az országba. A náci párt 1930-as felemelkedésével ismét dicsőség volt németnek lenni. Ezek az emberek megesküdtek arra, hogy inkább meghalnak, mintsem kárt okozzanak a Führernek. Jó napot! Üdvözlöm Önöket! Juan Alberto vagyok. Üdvözlöm, uram! A csapat Juan Albertoval találkozik, aki több évtizeden keresztül kutatott a németek egykori ténykedése után. Könyvében időrendben jegyezte fel azt a keveset, amit a nácik Charatai jelenlétéről megtudott. Szeretnék mutatni egy képet a helyi nemzeti szocialista közösségről. Ezt nézd meg! Mindenki a náci karlendítést csinálja az iskola előtt. Tiszta őrület. Ez a közösség tartotta a kapcsolatot más közösségekkel? Más német közösségekkel? A követségen keresztül kapták az antennát és a jelvevőt, és a háborúról kapott hírek alapján térképen ábrázolták a németek hadmozdulatait. Szerte az országban voltak német közösségek, és Charatá minden bizonnyal kapcsolatban állt a nagykövetséggel. Tehát egy nagy német közösség követte nyomon a háborút, és kommunikálta más közösségek és a követség felé. A harmadik birodalom idején 60 ezer náci élt Argentínában, és hozott létre Dél-Amerika szerte egy szoros kapcsolatban álló közösséget. Némelyik ilyen közösség tagjaiból alvó sejtek lettek, és egy esetleges amerikai invázió indító sínjeként funkcionáltak. Nagyon könnyű lehetett a sok kis közösségből kialakult hálózaton keresztül elbújtatni Hitlert. Osama Bin Laden is így tudott eltűnni. A csapat az iskola többi részét is átkutatja. Olyan nyomokat keresnek, amelyek esetleg a környéken található bunkerre utalnak. Nézzük meg a könyveket. Az összes németül van. Meglátjuk, van-e a Mein Kampfhoz hasonló. A mindenit. Ki az a Carlos Buck? Egy csomó könyvön ez a monogram szerepel. Carlos Buck? Carlos Buck ismert kereskedő volt Charatában, és az iskola utolsó igazgatója. Tud esetleg valamilyen föld alatti építményről? Az iskola valamilyen titkos részéről? Itt az iskolában nem, de 1970-ben egy alaksori helyiséget fedeztek fel egy farmon, Charatától keletre a mezőn. Maga is írt erről valamit? Megemlítette a könyvében. Egy német család fedezte fel a farmján. Fegyvereket, zászlókat és dokumentumokat találtak. Az egyik FBI feljegyzésben említenek valami bunkert. Ez a történész fickó, aki hiteles forrásnak tűnik, és könyvet is írt az itteni németekről, ugyanezt állítja. Az ügy hirtelen már nem is tűnik olyan képtelenségnek. Tudna nekünk valami támpontot mondani a helyszínhez? Elmondaná, hogy jutunk oda? Nem. Természetesen titokban tartanánk. Csak oda mennénk, megnéznénk, és... Titokban tartják. Mondd meg neki, hogy 30 éve vagyok nyomozó. Ennél nagyobb titkokat is megtartottam. Ezek az emberek itt még 75 év után is félnek információt kiadni a németekről. Ez a pasas, aki a német közösségről írt könyvet, kemény fickónak látszott. Nem olyas valakinek, akit el lehet hallgattatni. Mégis inkább kihívott az udvarra, és halkan, négy szem közt mondta el, hol van a farm, és ki a tulajdonosa. Hol van a ház? Ahhoz képest, hogy a nyomozás elején tartunk, bíztatóak a jelek. Figyelj, ezt nézd, Hitler Argentínában van, egy nagy föld alatti létesítményben él. Frissen nyilvánosságra hozott FBI dokumentumok szerint Hitler Argentínába menekült egy istenháta mögötti helyre. A szálak a nyomozó csapatot egy közeli bunkerhez vezették.
Valaki arról számol be, hogy Charatától nyugatra van egy farmépület, amit egykor náci szimpatizánsok használtak. Egy FBI dokumentum ugyanezt állítja. Ez nem lehet véletlen egybeesés. Még Gerard az archívumban böngész, a nácik Charatai ügyködésére utaló nyomok után kutatva, Tim, Steve és a tolmácsok a föld alatti bunkert keresik. Azt tuti, hogy jó messze van a várostól. Az egész pályámnak az a mottója, hogy első a küldetés, első a küldetés. Nem számít, milyen akadályok állnak az útunkba, akkor is teljesítjük a küldetést. Most a történelem egyik legfontosabb eseménye után nyomozunk, és lehetőségünk adódott, hogy esetleg megismerjük az igazság egy részét. Most ez a küldetésem. Ez az? Igen, ez az. Hallották azt a kifejezést, hogy a semmi közepén? Ez a semmi közepe volt. Ha az ember titkos náci tevékenység után kutat, ez aztán ideális helyszín. A legközelebbi szomszéd 10-15 kilométerre van. Akár tüzérségi lőgyakorlatot is lehetett itt tartani, anélkül, hogy bárki tudott volna róla. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto, Leonardo. Amikor Kanadában nyomoztam náci háborús bűnösök után, egy dolgot megtanultam. Minden tanú különleges kezelést igényel. Néha még az is befolyásolja azt, hogy beszél-e veled vagy nem, ahogy köszönsz neki. Nagyon érdekes épület van a tulajdonában. Mondd el neki a történetet, amit hallottunk, hogy egy lezárt helyiséget találtak a föld alatt, és ott voltak ezek a holmik. There were all of these, you know, items in there. Megvan még az alaksor, de nincs ott semmi. Semmit sem találtak benne? Nem tudják, hogy találtak-e benne valamit? Semmit sem tudnak erről. A férfi apja vette 1952-ben az ingatlant. Akkor talán ő talált valamit. Lehetetlen. Lehetetlen. Nem lehet, mert csak áru volt ott. Az eredeti tulajdonos üzlete volt. Csak árucikkek voltak. Az volt a boltja. Csak egy üzlet volt, egy bolt. Miért lett volna bárkinek boltja a semmi közepén? Több kilométerre van a város, és valaki fogja magát és nyit egy üzletet. Ennek semmi értelme. A németek tevékenysége után nyomozunk. Volt itt bármiféle német közösség a környéken? Nem. Nem. Ha valakinek a hitelességét akarjuk ellenőrizni, olyan kérdéseket teszünk fel, amikre tudjuk a választ. Tudjuk, hogy a 20. század közepén az itteni lakosság nagy része német volt. Sok német lakott itt a környéken? Nem. Nem, azt mondja nem. Semmit nem tud erről. 70 éve ért véget a háború, és ezek az emberek még mindig félnek bármit elmondani. A hallgatás falaiba ütköztünk. De én tudom, hogy kell egy tanút szóra bírni. Mondd meg neki, hogy ez valószínűleg nem az a hely, amit keresünk. Van ez a ház, itt volt az üzlet. Mindig tudtak erről az alaksori helyiségről? Minden italt ott tartottak, főleg a sört, mert itt mindig nagyon meleg van. Az alaksorban friss maradt, mert ott hideg volt. Ha akarjuk, meg tudja mutatni a helyiséget. Kérem, por favor, kérem. Az államokban szokás volt ilyen kis vermeket beásni a földbe, ahol valamivel tovább elálltak a zöldségek, mint a házban. De a helyi informátorok szerint ez a pince más. Ez itt a pince. Nézzük meg. Nagyon érdekes. A minden itt. Lehetséges, esetleg benézhetnénk? Ez elég szokatlan Argentínának ezen a vidékén, ugye? Igen. Elhúztuk a deszkákat, és megláttuk a lépcsőt. Nem lehetett lelátni az aljáig.
Nagyon alaposan dolgoztak. Nézzétek a falakat. Nem döngölt föld. Ezek betonfalak. Egy farm alatti zöldségvermet nem ilyennek képzel el az ember, hanem inkább hanyagul tapasztott agyagos falnak, néhány gerendával aládúcolva, földes padlóval. Sokkal inkább ez lett volna a természetes. Ez a pince gondosan kivitelezett. Téglából és betonból készült falakból állt, gigantikus, vastag mennyezeti gerendákkal. Várjunk csak! Ezt nézzétek! Atyaisten! Igen, ez egy... Szellőzőnyílás. Az Irakban, Bagdadban látott bunkerek hasonlóan néztek ki, mint ez a pince itt. Gondosan megtervezték a szellőzést. Mindig két szellőzőnyílásra van szükség, és ki kell alakítani egy aknát. Itt van, ezen az oldalon. Nekem nagyon gyanús. A zöldségtároló verem Dél-Amerikában megszokott dolog volt a 40-es években, de ezt a föld alatti helyiséget betonnal erősítették meg, és bonyolult szellőzőrendszert alakítottak ki benne. Két különálló szellőzőakna van benne, ami egyik oldalon lehetővé tette a tiszta, oxigéndús levegő beáramlását, a másik oldalon pedig az elhasznált oxigénszegény levegő kiáramlását. Ez a kialakítás biztosította, hogy emberek éljenek itt. A föld alatti építkezés a harmadik birodalom idején virágkorát élte. A nácik tökéletesítették a vasbeton alkalmazását, és több száz föld alatti bunkert építettek a megszállt Európa területén. Azt megmondom, hogy jó kis bunker lehetett. Az FBI aktákban szó szerint az állt, hogy a környéken volt egy nagy föld alatti bunker, amit több száz magasrangú náci tiszt találkahelyéül szolgált. Ez lenne az aktában említett bunker? Valószínűleg nem. De vajon lehetette egy nagyobb német hálózat része, amelyen keresztül német háborús szökevényeket juttattak be Cseretába? Steve és Tim a városba visszatérve találkozik Gerarddal, aki fantasztikus nyomra bukkant. Én is kutattam, és találtam valamit, ami bibliai részletességgel sorolja fel az Argentínában élő fontos nácik nevét. Az amerikai katonai attasétól kaptuk, közvetlenül a német követségi aktákból származik. A listán azok a jó vidéki nácik szerepelnek, akikre mindig lehet számítani, legyen szó a náci pénzalaphoz történő hozzájárulásról, vagy a náci propaganda terjesztéséről. Csakó tartományban is megemlíti az egyik legfontosabb náci nevét, a férfi az iskolából, vagyis Carlos Buck. Az amerikai hadsereg egyik katonai titkosszolgálati dokumentuma megnevez egy Carlos Buck, vagy más néven Karl Buck nevű német állampolgárságú személyt, aki a német iskolában dolgozott és ismert náci ügynök volt az argentinai Cseretában. Carlos Bucknak volt egy birtoka Cserata külterületén és a központi részén is. Carlos Buck birtoka alatt lehetett alaksori épület, vagy föld alatti építmény. Nyilván. Az első dolog, amit ellenőrizni kell, hogy van-e olyan tartószerkezet az épület alatt, ami lehetővé tette, hogy valakit ott bújtassanak. Ez nagyon hatékonyan működött Bin Laden esetében is. Lehet, hogy annak idején Carlos Buck itt bújtatta Hitlert. Van egy haverom, akivel együtt voltam a seregben. A katonai hírszerzésnél volt. Most egy földradar gyártó cégnél dolgozik. A földradar 9-10 méter mélységig mindent érzékel a föld alatt. Egyértelmű, hogy itt volt a helyi német tevékenység centruma. Ide kell mennünk. Találjatok nekem egy bunkert. Gyerünk, nézzük meg. Egy nemrég index alól feloldott FBI akta szerint Hitlert egy argentin vidéki bunkerben bújtatták. Ezt nézd meg! Mindenki a náci karlendítést csinálja az iskola előtt. A nyomozó csapat leszűkítette a keresést egy prominens helybéli náci, Carlos Buck irányába. Úgy vélik, Buck birtokán lehetett az FBI aktában említett bunker. Jó régi épület. Döntő fontosságú bizonyíték lehet. Ha tényleg van a birtokon egy bunker, egy titkos helyiség, amit Adolf Hitler használt, az hatalmas dolog. Óriási dolog. Már egy ideje. Örülök, hogy itt vagy. Megérkezik David Kelly, Tim egykori bajtársa Irakból csúcstechnikás földradarjával. Ezzel bármit meg tudunk találni, amit akartok. Remélem is. Időben vagyunk. Ám mielőtt nekiállnak nyomozni, engedélyt kell kérniük a jelenlegi tulajdonostól. Nyomást, tedd be a hátsódat! Tessék! Szállj be!
Ez az első alkalom a nyomozás során, hogy karnyújtásnyira van a tényleges, hiteles bizonyíték. És ezúttal úgy érzem, ráhibáztunk. Jó helyen járunk. Leo, pontosan azt kell mondanod, amit én, és ugyanazzal a hangsúllyal. Rendben. Azt kell sugallnod, hogy mindent komolyan gondolok. Már ezerszer végigcsináltam ezt, ezer helyen. Bíz bennem. Oké, teljesen megbízom. Arra. Csak te is én, Leo. Menjünk. Látod őket? Nem. A segítségét szeretném kérni. Történelmi jelentőségű kérdésről van szó. És ha valamit találnak, mit csinálnak? Magával? Semmit. Rendben. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. A csapat az ingatlan tulajdonosától kapott engedély birtokában a telekre tart, ami egykor a helybéli náci Carlos Buck tulajdonában volt. Kezdhetjük? Igen. Itt? Oké. Okay. Rajta, baby. Találj nekem valamit. Ha itt van, meg lesz. Egy 70 éve kihűlt nyom után kutatunk, egy fűnyíróra hasonlított tárgy segítségével. Itt nyugi van. A földradar fantasztikus eszköz. Minden egyes lépésről, amit tesz az ember, föld alatti pillanatfelvételt készít. Átlátunk vele vagy 10 méternyi rétegen. Belátunk a föld alá. Ez a talajátvizsgáló technológia annyira megbízható, hogy az amerikai hadsereg éles helyzetben is ezt alkalmazza föld alá rejtett robbanó anyagok felkutatásához. A csúcstechnikás eszköz energiaimpulzusokat küld a föld alá, és megméri, mennyi idő alatt érkezik vissza a jel a felszínre, és képet készít bármiről, ami a föld alatt található. Ezen a területen szinte semmi nincs. Egyenletes, tompa jelzés. Nincs történés. Nem jó? Nem igazán. Folytatom a kutatást. A 700-at. Tim! Itt kezd érdekes lenni a dolog. Van valami a talajban. Itt jelzi a legmarkánsabban. De az a gond, hogy a téglákon nem tudom áttolni. Tehát valószínűleg van itt valami, és ha tovább tudna menni a radarral... Igen. Ha kicsit még tovább tudnám tolni, többet látnánk, és jobban megértenénk, mi van a felszín alatt. Megvan a bunker? Csak egy érdekesebb terület itt a téglarakások mellett. Igen, itt látszik. Da-da-da, és vége. Igen. Szuper. Nagyban vizsgáljuk a birtokot, és hirtelen egy kis jelzést látunk, ami lehet akár valaminek a bejárata is. És egy lépéssel odébb ott áll 5 tonna tégla, éppen azon a területen, aminek a szélénél az a kis rendellenesség észlelhető, és nem férünk oda. Jó lenne, ha rá tudnám tolni a tetejére. Megoldható? Nem éppen a legjobb megoldás, de azt hiszem, pillanatnyilag annyit szenvedtünk már, hogy idáig eljussunk, hogy adjunk neki egy esélyt. Hosszú katonai pályám során arra jöttem rá, hogy a legjobb ötletek torkolattűzben születnek. Vagyis írtó fontos az alkalmazkodás. Itt sincs ez másképp. Itt ez a tömb. Muszáj rugalmasnak lenni, és így is elvégezni, amit akarunk. Hadd próbáljak meg valamit. David Kelly úgy állítja be a földradart, hogy a szerkezet szűrje ki a téglarakás zavaró hatását, és csak az alatta lévő földrétegen hatoljon át. Kezdek valami aktivitást látni. Komolyan? Igen. Minden kétséget kizáróan érdekes terület. A nyomozások során nem sok meghatározó pillanatot él át az ember, de ez most az. Ez tényleg az. Kicsit meg is ijedtem tőle. Itt valami zavart érzékel. Miután folytatják a talajvizsgálatot a radarral,
Azt hiszem megvan. Remélem találunk valamit. Tim Kennedy átküldi Bobnak és Johnnak az adatokat, akik a Los Angeles-i bázison maradtak. Sokféle nyomozás során használtam GPR technológiát. Bátran mondhatom, itt jól érzékelhető az anomália, és az is látszik, hogy eltér a mélység. Igen, de ez mit jelent? Azt, hogy itt valami a föld alá van temetve. 2,5-3 méterrel a felszín alatt. Valami történt a talajjal. Megbontották a szerkezetét. Lehet itt föld alatti építmény? Bizony, hogy lehet. Ha ez egy hollywoodi film volna, kiásnánk a bunkert és megtalálnánk benne Adolf Hitlert. De ez nem egy film, ez egy igazi nyomozás. Valóban találtunk egy építményt 3 méterrel a földfelszín alatt. Nagy valószínűséggel az FBI aktában említett bunkert, viszont ez egy magánbirtok volt. Nem fogunk rá engedélyt kapni, hogy feltúrjuk. Biztosan tudjuk, hogy elegendő bizonyíték és információ áll a rendelkezésünkre, hogy előbbre lépjünk a nyomozásban. Csaratában találtunk fontos nyomokat. Volt egy náci közösség és egy kis föld alatti létesítmény. Vagyis létezett a hálózat, ami megerősíti azt az információt, amit az FBI 1945-ben kapott. Valamit muszáj még találnunk, ami indokolja a következő lépéseinket. Teljesen lehetséges, hogy Hitler Csaratában volt. Aztán néhány hónap múlva elhagyta a bunkert. Így van. Egy szökevény sosem bujkálhat sokáig egy helyen, mert előbb-utóbb tudomást szereznek a jelenlétéről, mint Osama Bin Ladenről Abbottabadban. Túl sokáig volt ott. Ha pedig ide-oda költözött, a CIA számára jóformán lehetetlenné tette, hogy elkapják. Ezt itt számításba kell vennünk. Vagyis találnia kellett egy másik náci szimpatizáns német között. Igen, de hol? Te ilyenkor hová mennél? És van-e valamilyen további nyom? Igen, várj egy kicsit. Hadd nézzek itt meg valamit. John a további nyomozás előre lendítése érdekében a 700 oldalas FBI aktát hívja segítségül. Egy jelentés szerint a missziónesi nácik egy csupán általuk ismert úthálózatot tartanak fenn. Pontosan erről beszéltem. Charata Missiones. Volt egy úthálózatuk, amelyen keresztül embereket tudtak ide-oda eljuttatni. A Charatát Missiones-szel összekötő titkos úthálózatról szóló jelentés alapján újabb lehetséges helyszín merült fel, ahol Adolf Hitler bujkálhatott. 7 óra, ez semmi, 600 kilométer. Egyáltalán nincs messze. Földút, ahol nem volt ellenőrzés. Egyenruha nélkül, más frizurával, szemüveggel, egy ilyen úton senki nem ismerte volna föl. Nemrég volt a hírekben, hogy régészek Missionesben egy csomó nácikkal összefüggésbe hozható leletet találtak. Az argentin dzsungel mélyén a 40-es évekre datálható Németországból származó leletekre bukkantak. A buja növényzet közt egy házhoz hasonló építmény romjait találták meg, ami egykor náci menedék lehetett. Német edényeket is találtak, meg épületeket és más műtárgyakat. Elég furcsa, nem? Hogy kerültek oda a dzsungel közepére? Most is folyik ásatás Missionesben, náci leletek után kutatnak. Olyan bizonyítékokat ásnak elő, amikhez 1945-ben nem lehetett hozzájutni. Lehet, hogy Hitler járt arra felé? Feltétlenül oda kell küldeni a csapatot. Mégpedig minél előbb. Akkor csináljuk. Hogy élhetette itt valaki? Márpedig éltek itt nácik, ezt tudjuk. Vagyis van rá esély, hogy Hitler is járt itt. Forró nyomon vagyunk. Lehet, hogy hamarosan kiderül az igazság. A következő rész tartalmából. Horog kereszt. Ahhoz, hogy megtudjuk az igazságot, minden követ meg kell mozgatnunk. Te atyaisten! Meg kell szereznünk a bizonyítékot, és csak mi találhatjuk meg, mert más nem tud róla. Alig van itt levegő. Tenger alatt járókat és repülőgépeket keresünk. Szent Isten! Egy repülőgép törzse lehet. Nincsenek könnyű válaszok, a megfelelő embereket kell kérdezni. Hitler itt járt. Állítólag. És a megfelelő kérdéseket kell feltenni. Azt mondja, a nagyapja házában volt egy kódfejtőgép. Csak is így kapjuk meg a válaszokat. Adolf Hitler lábnyomait jöttünk keresni Spanyolországba, és szerintem megtaláltuk.
egy saját várost épített itt ki magának. Hitler el tudott menekülni Németországból, de mi a nyomában vagyunk. Mihelyest az ember elkezdi keresni a bizonyítékot. Oké, bent vagyok. Állj meg, George! Mi az? A dolgok egyre komplikáltabbá válnak. Fiúk, tűnjünk el innen! Ha falba ütközik, közelebb jár az igazsághoz. Oké, folytasd! Ez az, ezt nem a természet alkotta. Egy tenger alatt járó. És megkapjuk a választ. Mi a fene ez? Az összes korábban feltett kérdésünkre. Ez egy horogkereszt? Itt a vége. Nem tudtuk meg, mi is történt valójában Hitlerrel. Pont. Azt hiszem, megvan!